Sziasztok gyerekek, üdvözlök mindenkit ismételten a Nerdwise Roleplay szerverén, amiben a mai videóban ezt a hógolyót fogjuk jó messzire eldobni. Ugye, jobb klik becélzás és le a lámpát. Figyelj, nem volt azért rossz, azért úgy szitált a levegőbe, mint a nem tudom milyen labda, Jabuani vagy milyen labda volt az. Na de, a mai videóban ugye azt fogjuk csinálni, hogy azon kívül, hogy taxisofér vagyok, és kurvára nem éri meg, Jelenleg is négy darab taxis van a városban, mi az szösz 32 emberből? Mi a fasz? Azt fogjuk csinálni, hogy kivesszük a ladát, megmutatom, hogy mi van a csomagtartójában, mert uh, igazából a címből nyilván tudjátok, nem kell ezt nagyon titkolnom, horgászni fogunk menni a mai videóban. Itt is van a gyönyörű AAD 00 rendszámuladánk. számuladánk. nagyon gyönyörű, nagyon jó gépjármű. Nézzük akkor bele, a fegyveren kívül, azt ne is nézzétek, vannak benne horgászbotok, giliszták, szóval most bizonyám horgászni fogunk menni, nem volt néz rá, hogy gyertek. Igazából, ugye, horgászni, csak elengedjük ezt a személygépjárművet, horgászni lehet több helyen is amúgy, az járművet akar kivenni, remélem, jó. Tehát, Megmutatom nektek, hogy hol nem lehet horgászni, például ennél a tónán nem lehet, ugye, ott, itt lehet, mire fogunk menni, amúgy általában itt is lehet horgászni, opa, elnézést, még jó, hogy arrébb álltam, van egy térkép a Fishing Mart, na, mit beszélek, a Fishing Mart oldalán van egy térkép, és ezt szerint ugye tudjátok majd megnézni, hogy hol tudtok horgászni, például itt a mentén itt lehet végig, itt is lehet. Tehát lehet azért reng itt is lehet, azt hiszem a partok mentén általában ott tudsz horgászni. 300 dollár az engedély, ugye, de általában tényleg annyira aktívak a tagok, én kedden csináltam, vagy szerdán délután, ilyen 5 óra fele, vagy nem is tudom, 6 fele. És vannak tagok, tehát ez a, a szerverben, hogy itt vannak most, nem tudom, nagyon aktívak az emberek. Ahhoz képest, hogy nem vakáció van, mondjuk azért ilyen idősebb emberek tehát szerintem azért mellette dolgoznak és délután játszanak. Hála Istennek, tehát nem ilyen 5 6 évesek, nincs az a semmi baj, ha játszik egy fiatalabb is a játékkal, de maga az RP szituáció, az RP érzet az ugye nyilván jobb, ha egy idősebb emberrel tárgyalsz. Szóval, <kül> őszintén megmondom, én elindulok, itt, itt, szok, itt meg fogok állni, itt van valami stég. Hát ez itt van egy köpésre, azért is megyünk oda taxi amúgy lehet megéri. Mert öm, csak közbe hívnak. Közben egyébként meg is érkeztem a célállomásunkra. Ez a gyönyörű alul az a stég lesz az, ide félreállunk, hogy nehogy valaki összetörje ezt a gyönyörű szép ladát. Függ az autó csomagtartójától, hogy mennyit tudtok horgászni, meg a saját inventoritoktól, tehát nálam van jelenleg közel három kilónyi. Cuc, meg a csomagtartóban is van már alapból 6 kiló, tehát balták. Még ezek a fecskendők nem tudom mit keresnek itt, de mindegy, majd kilököm. Van ugye ké is a vadászathoz, van pisztolyunk, ugye ebben van lészer, nulla lészer, aha. Az is egy kiló. Kiveszünk egy botot mondjuk, mert ugye egy bot, az a lényeg, elárulom, elárulom a titkot. Azért kezdtem el horgászni amúgy, mert Na, van videó, amúgy már kim van az a rész, ha jól tudom. El, elraboltak, ugye? Én játszottam délután így nyugodtan, mondom, feljövök a a szerverem, megüttek a kedvem az RPS. Mondom, akkor RPG gettek egy kicsit, és akkor pont elraboltak. Ugye bármikor vártam a hívásokat, mondom, kipróbálom a taxit, hát ha mondom, jó kis pénzeket látok gombolni, de nem nagyon így történt hanem elraboltak ugye vár, és ott volt a fishing már, hát nem tudom, főnöke vagy valami nagyobb beosztású ember lehetett. És akkor ott volt, nagyon jó fej volt, beszélgettünk minden ott a rabláson, tehát nagyon jók voltak a rablók is, jó fejek voltak, nem volt probléma. Nagyon vicces szituáció történt, tehát én pénzt kaptam azért, mert elraboltak. Ezt nézzétek meg a videót, nem spoilerzem le. Előző rész, előző részek egyike, ott lesz a címbe is, benne van, hogy pénzt kaptam, amiért elraboltak valami ilyen címet fogok neki adni. még nincs kint a videó jelenleg, de tegnap előtt lett felvét 16-án, ugye? Ö, szóval nagyon-nagyon komoly kis videó lett, azt ajánlom, nézzétek meg, nem spoiler az meg kell nézni. Ezen kívül, Ö, ugye beszélgettünk, és akkor mondták, hogy amúgy elég jól keres a horgászat, megéri csinálni, így hosszabb távon, mint az alapmunkákat, ugye legál munkák közül ö, elég jól keres a horgászat, kis befektetése, tehát vadászat biztos jobban keres, de oda pisztolyt vegye, jó, nekem van. Fegyverengedély, azt nem tudom, már nincs, vagy én nem tudom, hogy az lejárt, hogy az tud lejárni, és mindegy, az is volt, ugye, meg lőszert kell jó, nekem van kés, meg pisztolyom, lőszerem nekem sincs, és hogy mivel nincs fegyverengedélyem, elméletleg csináljam meg, az nem tudom hány ezer dollár, azt hiszem 5000 dollár, mert a pisztoly az a rendőrség től maradt nálam, viszont a golyók azok úgy eltűntek a csomagtartóból, ugye a töltények, szóval az, az nincs, az nincs, szóval ennyi, hogy én tudnék vadászni is, majd a közeljövőben, de nem most még nem most, mert ahhoz még nekem is kell fölszerelés. Tehát azért gondoltam ezt a horgászatot, mivel ide egy autó kell, és ide kötelező egy autó van nélkül, hogy taxizgass ki, meg vissza, meg a ladóhoz, meg eltöri, nem, azt nem lehet, egy szaros ladát kell venni, tehát ezt se tudod csinálni ha nincs kezdő tőkéd, és amivel indulsz a városba, szűkön elég. Tehát azért vegyél egy autót. Használtan is egy Lada 1000, 900 dollár körül van. Nem 1900, 900 kötőjel 1000, 1001, ha tuningos, full tuning, minden, akkor lehet 1002 is, nem tudom. Tehát veszel egy szarladát. Ennek nyilván 40 literes a csomagtartója, hogy mennyi, ami nem sok, vagy 40 kilót bír el, akarom mondani. Az, az egyik probléma nekem is ezzel. A másik az, meg kell venni a csalit. Na most egy, egy kör aladával plusz saját inventorival kb. 50 darab csali kell. Itt megint két választásod van. Amúgy volt már régen egy horgászós videó, de az teljesen máshogy nézett még ki akkor. Tehát kell nekünk 50 darab csali egy körhöz haladánk van. Az 50 hal, ha gilisztát veszel, aminek 4 dollár a darabja. Tehát giliszta 4 dollár csonti két dollár, viszont a csontival az a baj, hogy tud jönni szemét, és lehet, hogy 10 dobásból jön neked 4 darab szemét, és ugyanúgy elmegy a csontid rá, és akkor az 50 darab csontiból lehet nem fogsz csak 35 halat, vagy kevesebbet ne adj Isten. Ez az egy probléma a csontival, de viszont fél áron van, mert az 2 dollár a négy helyett. Tehát az alapköltségünk ugye egy körre, ami kb. Tud keresni 1350-től 1450-ig. Tehát ennyit tudunk hozni. 200 dollár gilisztával, vagy 100 dollár csontival, de akkor nem fogsz 1400-et keresni, hanem szerencsétől függ, hogy mennyi haljon abból, meg minden értitek. Tehát én gilisztával horgásznék szívesebben, mert idegesítő lenne, hogy 10 kapásból 5, nem tudom mennyi szemét jön átlagba, de például 5 darab szemét, az eléggé idegesítő tudna lenni hogyha kb. tényleg, hogy 30 alatt kifognék, mert akkor azon 900 a körül állnánk meg. 900 kettővéhez 1000 dollárnál megállnánk, az úgy ö, eléggé kaka lenne. Ezért mondom azt, hogy jobban megéri a szerintem. Jobban megéri. Azon kívül ott van a bot. A sportbot az 350, ha a boltból veszed, de általában ott vannak a fishing martnál, ilyen lila ruhában szoktak lenni látjátok, most is ki van élve, vagy igen, itt vagyunk. Ö, akkor te kettő, vagy nem tudom, háromsz, vagy 250 ér adják, nem tudom. Ők nyilván a raktárból olcsóban odaadják neked a botokat, ugyanúgy új, ugyanúgy minden, csak nincs betéve magánál a beanta boltban. Tehát tőlük meg tudod venni 250 ér, legalábbis nekem a fickó, akivel voltam a rabláson túszként, az ugye kettő darabot adott 250 per darab az azaz 500 dollárba elhoztam két sporthorgászbotot, ami amúgy 350 a boltba bent. Jó, ugye, ez pedig kint található itt. Hoppá, ott talál, ott, na, ott, itt van a fishing mart, ide kell kijönni, tehát ez azért a városból egészen nagy táv. Először ott tudod megcsinálni horgászengedélyedet, ami 300 dollár, és ezt is megindoklom, hogy miért jó, vagy avagy miért nem kell ez neked. Na most ugye, egyszerű kurva, egyszerű discordot megnyitottad, hét darab kérdés fognak feltenni, milyen halak találtok a városban, Ott le van érve, hogy mit tudom én, durbincs, nyelvhal, karthal, tököm tudja értiteket, kurva egyszerűen kiolvasod közben discordról, a két monitorod van, vagy telefonról megnyitod és lenézed, meg nem kell azt, hogy nagyon pontosan mondjad, mit tilos horgászni a teknős ennyi. Hol lehet horgászni? Az erre kijelölt helyeken, amit a, ugye az applikáción is megtaláltok, hogy ott lehet horgászni, hogy ezt elmondjátok, hogy igen, az erre kijelölt helyeken lehet horgászni, amit az önök oldalán megtekinthetünk. Hol nem szabad horgászni, hát nyilván amely helyek nincsenek kijelölve, azokon tilos horgászni, ugyebár. Miket kérdeznek, még nem is tudom már, hogy mivel lehet horgászni, igen, csontival és gilisztával, mivel tilos kishallal, Tehát kishal, például ezek a durbincsok, meg ezek ezek nyelvhal, ezekkel lehet teknőst is fogni, ami illegális. Tehát ha van engedélyed, akkor auto és elkap a rendőr automatán bevonja az engedélyt, és még emellett kapsz egy jó nagy büntetést is meg elkoboz a teknőst. Azt, hogy hol lehet eladni, azt én nem tudom, hogy hol lehet leadni a teknőst, illegális. Tehát, hogy abban mit tudnak csinálni, nem tudom, de biztos megéri ki fogdosni őket, de gondolom ott is olyan, hogy jöhetnek halak, nem tudom, fogalmam nincs. Majd lehet ki fogom próbálni, ha lesz kettő autóm, mert öm, nem szeretném, ha ladába lenne az is, és elkapnának, vagy értitek, tehát legyen két autóm és itt azért a lovas publik meg ez a hely között nem nagy távolság van, és mikor kevés a rendőr, mint például most, hogy abszolút nincsen fent egy sem, ilyenkor lehet csak legyen egy tartalék autó, amiben benne vannak az ilyen dolgok, és ha hallok ezt-azt, akkor majd tudok intézkedni, és nektek is mondani. Tehát azzal ugye kis halakkal lehet teknőst fogni, amit gondolom az illegálok valamilyen fajta formában, páncélügyileg, vagy nem tudom, hogy a teknős páncél fel tudnak használni. Emellett ugye még van egy-két kérdés, most mindet nem fogom tudni így nektek megmondani. De tényleg pofon egyszerű kérdések. Tehát 300 dollár. Ezt azért érdemes megcsinálni, mert ha te illegálisan horgászol, és nincs engedélyed, ami amúgy egy 6 kód, ezt oda beírják neked per do, beírják a kódot, ezt neked le kell jegyzetelni egy kis papírkára vagy a telefonodba, vagy ha nagyon okos vagy, akkor észbe tartod mert nem egy olyan engedély, mint a jogosítvány, hogy itt van fizikálisan is, úgy mond az inventoringba, mert az nincs. Hanem te mindig bemondod, a mert re a rendszerben benne van a neved, az engedélyeddel ugyebár. Tehát kijönnek a rendőrök, és előfordul, ki kinézegetnek, szóval érdemes megcsinálni. És azon kívül, ha te jössz befele, a haladó, az nincs innen messzire, egész pontosan itt van ez a haladó. Ha te szépen vagy innen, vagy akár ezekről a partokról, vagy egész onnan kintről jössz be, és elkapnak akárhol, csak egy rutin ellenőrzés, találnak vagy nálad, vagy a kocsiba halat, és nincs engedélyed, akkor onnan pénzbüntetés jár érte, és el is kobozzák a halakat. Tudom, mert én is voltam rendőr, csak akkor még nem volt engedély, akkor még nem jött be a városba az, hogy van -e engedély, mikor én, még én tényleg, mikor nyitod a szerverén én autó, itt vagyok a városba szinte, de én olyan keveset játszottam, hogy te most leülsz, és egy héten át beleteszel, hát ha nem is egy hét, de két héten át beleteszel minden nap 5 órát, akkor én már leves vagyok melletten, Szint az látszik is, hogy kevés pénzem van, van ez az, meg egy szaros ladám van, tehát látszik, hogy nem igazán, én videózni jártam fel, meg ugye rendőrködtünk a videózás miatt, nem azért, mert én úristen, de akarok elpézni. de most ha megjött a kedvem, csak ha kimegyek megint a munkára, akkor megint csak tavasz elején jövök haza, de onnantól megint itt hol leszek. Nyárig, nyáron. Szóval biztos, hogy ha hazajövök, akkor elindul az RP, akár stream, sok videó, stb. 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 mert az érettségi miatt maradok itt hol majd. Amellett azért nyilván lesz időm bőven-bőven játszani, meg videózgatni is, meg ugye tanulni, de azelőtt egy szezon munkát beadok, ez van, azért kell egy kis pénz is legyen. Na de ez egy nagyon out of topic téma, <coughs> folytassuk is, tehát engedélyt érdemes megcsinálni, mert ugye elkapnak, elveszik a halat. Ha is, ha nem, elveszik a, ezeket a halakat is, amit legálisan ki tudsz fogni, csak hát engedély nélkül nem legális. Tehát 300 dollár után nem kell soha többet megcsinálnod, ha jól tudom, ez nem olyan, hogy lejár, szóval az nem pénz érte. Tehát az, ez az első befektetés, 300 dollár utána gilisztával orgász egy túra haladád van. Az ugye mondtam, 200 dollárt számol fel, vigyél legalább kettő botot, ha nem a Fishing Mart emberétől veszed, akkor az nem 500 dollár lesz, hanem mennyi? 350 meg 350, az egészen pontosan 700 dollár lesz. Tehát engedély, bot, az már 1000, plusz még ugye a csali, 1002, üzemanyag, megint ott van, hogy 50 dollár minimum. A például egy ladába, tehát az első köröd <coughs> azt, azt mondom, hogy szinte nem fogsz keresni semmit. Tényleg kijön ö, kb. 50 perc egy óra, de az út oda-vissza, meg ö, le a piacra, meg ide-oda, tényleg meg is elrabolnak, de azért ah, nyilván, hogy ott kint járkálsz, nem nagyon rabolnak el téged, mert a városba szoktak rabolgatni, de ez neked több mint egy óra lesz és ezzel keresel 200 dollárt, de akkor már megvan az engedélyed, van botod, de az a baj a botokkal, hogy ugye ezt nem lehet tudni mikor törik el. Nekem volt, hogy kibírt 70 halat, volt, hogy eltört 15 hal után eltört a bot, ezért kell kettő legyen nálad, mert ugye jó, nem fog az eltörni 30 halnál, ugye 15-15 hal, után lehet, hogy egy bot kibír neked 100 darab halat is. De lehet, hogy eltört 10, 10 hal után, tehát ezért legyen kettő, mert kimész horgászni, és nem lesz lána csak egy bot, akkor megint szaladgálj, ez mind a te idődből fog elmenni. Tehát legalább két bot. Kezdésnek két bot, hát nekem az nem tartott. Kettő kört tudtam csinálni, és azt két botba került nekem, tehát körönként egy bot. Úgy de én 250-ért vettem, szóval én annyit kellett felszámoljak, tehát volt bele tevés, meg ugye én vettem több csalit is, ugye jelenleg is még van. Erre a körre is meg még marad, a egy fél kör ára megvan, tehát egy 700 dollárnyi csali megint van, amit majd elhorgászok, leadok, és abból megint veszek csalit. Botom is van, még egy is ezen kívül hárommal érkeztem, de az egyik hamar eltört, ezt már használom azért egy 40 halóta körülbelül, tehát ez is érik az eltörésre. Elmondom nektek, hogy kell horgászni a mechanikát, mert ugye ezt én nem mondtam, a legér, legjobb dolog az, csak most pont kapásom van, ha ugye most pont nincs nálunk a bot, megfogod az inventory ide teszed valamelyik gombra, az a lényeg itt más ha lehet, de telefon, meg kaja, meg ilyesmit ne legyen, mert az egyestől kilences gombig kell nyomogatnod, amikor kapásod van. Nem a numpadon, és a numpadon is lehet végül is, de én általában a betűk feletti gombokat szoktam nyomogatni, nem F1, nem F2, hanem sima 1, sima 2, és stb. stb. Tehát ott ne legyen ital, étel, telefon, akármi személy, azokat mindig megnyitja. Úgy érzékelőtte azt nyitottad meg. Ha lehet nálad, az nem probléma. Ugye látjátok, nekem is ide fogdos a halakat. Én a négyesre szoktam tenni a gilisztát, ötösön van a bot, de ez lényegtelen, hol van a bot, ha jól tudom, de én így szoktam betenni, a giliszt az lényeges, hogy hol van. Ugye nekem a négyesen van, és én is fogdostam a botot, használ, húztam a botot, hogy így behúztam, hogy használ, nem megy se, hogy se. Utána véletlenül ugyanitt volt a giliszta, benyomtam a négyes gombot, és automatán ha itt Csak parton kell állnod, tehát a vízbe ne legyen a lábot se, mert nem kell. Elég egy centi víz is, mert be fogja tenni a botot, és ugyanúgy lesz kapásod. Elvileg, <coughs> vagy nem árulták el, vagy nincs, de elvileg nincs olyan, hogy most nagyon jobb pozíció, itt nem olyan, mint egy russian a fishing, hogy igen, van pozíciók, ami jobb halak jönnek, több hal jön, itt, itt, itt ma, ilyen köbe egy perc egy hal, most ez lehet 30 másodperc, is, lehet több, mint egy perc egy picivel, ezt én nem nagyon méregettem átlagban, de azt mondták, ilyen egy perc kb. egy hal, tehát ténylegesen körülbelül annyira kijön, amikor egy picit több, amikor tényleg fél perc után már jön is, ugye ezt ti, ha most itt elkezdtek visszaszámolni, mert meglátjátok, de körülbelül egy perc egy hal, tehát 50 perc, 50 darab hal kifogása, de ezt nyilván számoljunk rá, legyen egy óra, 50 hal az, hogy kifogdós, meg ugye egyszer be kell tenned a csomagtartóba, az idő kiesé, és ugye eltörik a volt, stb. Számoljunk egy órát 50 halra, ami 1400-1500 dollár is lehet akár, de ezt a mindjárt meglátjátok, amikor elvisszük látni, ezt a csomag halat, mert ezt én most összefogom nektek videóba. Tehát, Beloptad a botot, az a lényeg, hogy állj. Majd itt a jobb alsó sorokban, az a lényege belátod, hatos gombot megnyomod és kint van a hal. Nem kell csinálnod semmit. Négyes megjön. És így egyszerűen az elején én úgy csináltam, hogy belementem az inventoriba, és akkor használtam a gilisztát. Úgy is működik, de gyakorlatilag ha kint van a hudon, úgymond a taskbarom, vagy nem tudom, hogy mondják ennek, és benyomod a négyest, azzal is úgymond használod. Mint hogy az ételt is megeszed, ha van az egyes, 3 hármas, négyes, ötös gombon így a gilisztást is ugyanúgy használ, ami egyből ugye bedobja a botot. Tehát felcsalizza és dobja a botot. Tehát így lassabb lenne, ha én ide mennék, és kúzogatnám a használra, vagy rámennék, jobb klik, és használ. Tehát így lassabb, mint hogy kifogtam alatt, egyből már spemeltem a négyes gombot, és hajtja vissza. De ez lehet az egyes gomb. Lényegten, ha négyes gombon a hal, akkor se baj, ugyanúgy kifogod a halat, és akkor dobja a botot. Ha a négyes gombra jön a hal, tehát ettől nem kell megijedni ezek a pro tipjeim számotokra. Mást annyira így hirtelen nem jut eszembe, tehát tényleg ennyi, amire oda kell figyelned, és nagyon pofon egyszerű lesz a orgászat. Ajánlom, mert a vadászat az kurva költséges, tehát az engedélyeket mire megcsinálod, járjál utána a rend... Látod, négyes gombom a most, kifogtuk alatt még egyszer négyes gomb, és bent tehát nem kell beszavartni. Egy dolgot nem szabad az életben. Ezt jegyezzétek meg, véssétek a fejetekbe beszarni. Nem szabad. Bármi van előtted, bármi történik, bármi csinálsz, ha egy balesetet is csinálsz, ha akármit, csak mondtam egy rossz példát, akármi van tényleg, vagy akármilyen szituáció, akármilyen feladatot kapsz, beszarni soha nem szabad. Pánikol az ember, bestresszel, de ne szarj be. Ez a lényeg, ezt fogadjátok meg, mert abból sosem lesz jó, ha valaki össze magát stressz helyzetben. Szóval a az időt, kb. kb. két alatt fogtunk, két percet, tényleg az egy perc az real, tehát 50 perc köbel elég, de mondom, számoljunk rá 51 órát, tehát az építkezésen én nem kerestem ennyit, hanem attól függ 20 perc, 30 perc alatt, ugye az a 240 dollár, hát az nem a világ összes pénze, valljuk be. Legalábbis nekem annyit dobott, ugye, de majd azt megint ki próbálni. Mert hát azért a horgászattal egy bajom van. Kurva monoton. Az építkezés is monoton, de nem ennyire mert ott azért csak jobban járkálsz itt meg állsz egy helyben és nyomogatod a gombokat. De ha majd lesz időm, tehát hazajövök, <kül> akkor biztos, hogy fogom nyomni, mert kell egy jó autóra Összegyűjtjek a, összegyűjtenem ami azért a az garázsos ö, verde lesz, és egy járkálós, ö, szórakozós autó, de ez is több opció lehet, vagy egy nagyobb rakterű, csomagterű autó, ami igen, abban fogok tudni pakolászni, ö, vagy csak egy tetszőleges retro autót szeretnék, már egy impalát, vagy egy bármit, azt meglátom, tehát nem tudom, 20 pár az kell, ugye 7000-nél járunk, most lesz 8000 felett már, de jön a pénz, meg a taxival is belemásznánk a jobban, mert tegnap volt, hogy két taxis volt fent, és annyi hívás jött, hogy az valami brutális. Ott olyan pénzeket szakasztottam volna, de mire beértem, mert csak horgáztam még egy fél órát, mert kint voltam, már kint ott a Fishing Martnál a partnál, és mire, és mire összehorgázgattam magamat, az valami brutális volt. Amúgy azt el kell mondanom, ugye itt súlytól független, az ördög halasz 32 dollárt él, van a karthal is ugyanis 32 dollárt, is nyelvhal, azt hiszem a makréla is azok ilyen 24, vagyis 20, igen, az fix 24 dollár, tonhal is azt hiszem, hogy ő is 32 dollár, tehát ezeket jobban szeretnénk kifogni, mint a durbincsot, a makrélet, a nyelvhalat, mert ugye 8 dollárral többet ér per hal. Tehát így jön ki ez az 1400-as dollár. Hal tehát ez random, minél több ugye drágább halat fogsz, annál többet keresel, minél kevesebb ha drágább halat fogsz, annál kevesebbet fogsz keresni, de ez annyira pofon egyszerű, hogy egyszer egy, az talán még nehezebb attól, amit én mondtam, tehát ez a lényeg a horgászatnak, nagyon monoton, nagyon unalmas, ennyiből jobb, látod karthal az nekünk nagyon jó. jó. Ennyiből a taxi jobb, mert ott emberekkel találkozol, de az a baj, hogyha sok a taxis, és most is 5 taxis van fent, 34 emberre, nulla hívás, mert nekem úgy ben vagyok a frakcióba, így, vagyis a taxiba, mint városházán felvető munkába, így kéne mutassa a hívásokat ugye a jobb alsó sarokban. Ugye, de nem jött az autó, amelyik ugye az applikációba, ezt megmutatom nektek, bebogolt a telefonom, Mm, jó, na, na. Hello, hello. Jó, most jó lesz. Tehát megmutatom nektek. Itt vagyunk a szolgáltatásoknál. Nincs jel. Mm. De Mi a szar? Mindegy. Most már. már Várjál. Úgy. Oké, okay, kény jel legyen, hát hogy mi az, hogy nincs jel? Itt nincs jel. Hopp, hopp! Majdnem elúszott, ugye ezért nem érdemes telefonozgatni, mert ugye semmilyen hangjelzés nincsen, tehát ezt neked figyelned kell, ez is probléma velem. Nem úgy van, hogy valami hangjelzés van neked, hogy Úristen, kapás, nincs jel, nem tudjuk megnézni, sarki, itt nincs jel, na mindegy. Akkor hogy mi a mai kincsünk? Mert amit így, így levágok, vagy kb. tudok, azt azért begyűjtöm. Mert úgy, hogy lehet autót kapni, akár egy ladát is, ha nekem az is jó lenne, hogy még egy lada, csak én nem akarok venni, most ezret adjak ki, de lehet az lesz. Nem tudom milyen fokozat van, ma meg fogom nézni, és ha vörös fokozat van, akkor kurvára kell intézkednem, mert tegnap is úgy jött utána, már nem kapott el, vagy nem állított le, de biztos követett. Én stop táblánál megálltam, ugye pirosnál lassítottam, úgy ott nem várják, hogy megállj. Mert na, nem a való életben vagyunk, mégsem azért, meg bágosak a lámpák azért néha, hanem ott csak lelassít a nézel, és dob tábla, aminél megbasz, vagy ha az áram van látnéz, tudom, mert voltam rendőr. De ez most nem volt olyan sok idő a két kapás között, csak ez egy a 24-es van. Ö, tehát, ö, Ilyen szempontból szigorúbbak a rendőrök. Ha vörös fokozat van, csomagtartót is ő kötelező. Megnézze, lehet elfelejti, lehet nem de elvileg, mikor én rendőr voltam, kötelező volt megnézni a csomagtartót, és a pisztolyt megelik úgy, hogy elvileg van fegyverengedélyem, de lejárt, vagy nem tudom, lehet ki tudnám magyarázni, de lehet, hogy elkoboznák egy az egyben, meg még meg is büntetnének. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne még egy autó vásárlása, de már akkor vennék egy Ford LTD-t, hogy a ladát letegyem, és akkor Ford a járjak tegnap volt hirdetve egy 2 2,9 vagy nem is tudom mennyiért, vagy 3100 év fogalom nincs már ilyen na, normál a bárba. Á, de azért az, az nekem 3 órát, majdnem, hát kell 3 óra körülbelül horgászat, hogy én annak az árat visszatermeljem, úgymond. És az nem egy olyan autó, hogy erre leszek büszke, hanem lehet jobb, mint a Lada, de amúgy szar. Szóval, hát nagyon tanástalan vagyok, de megnézem, hogy vörös fokozat lesz ma. És én leszek a városban még ma délután biztosan, akkor valami ladát, vagy valamit nem a szalomból, most 1005 playertől 1000 ért már tudok venni. Valami olcsó, nem érdekel, milyen rózsaszínű, kisliba kék, akármilyen strandkorlát kék, mindegy, csak um, raktára autót kell vásni. Hál' Istenek, itt nincs autólimit hogy mint a CMTA-n, az mta például, hogy kettő autó lehet, ha nincs ugye prémium pontod, és nem vettél slotot, hanem itt veszel, amennyi jól esik, csak pénzed legyen, ami körülményesebb. Összeszeded, amúgy jól keres ez azért. Azért 20 óra alatt, ha úgy számoljuk, akkor amúgy ki lehet keresni 20 ezer dollárt. Simán, óránként ezer, úgyhogy kivonom a gilisztát, meg na, most ez a törés, ez random, de na, ha nem is 20 de 18 ezeret simán, mert benzin, minden, ő vagyis üzemanyag, de akkor is 18 ezeret simán 20 óra alatt ki lehet keresni. Tehát egy nap alatt amúgy, ha ne és nem állok fel a gép mellől, akkor esetleg 4 órát, ami kaka, pisi, egy másfél-két óra alvással simán meg lehet oldani. Egy 20 ezeret, de nyilván nem leszek ilyen hardcore. Biztos lesz olyan majd, már nem most, de majd azért jövök, hogy nekiülök. Igen, és akkor fogok menni egy frakcióba, vagy vissza a rendőrségre, vagy seriffségre, vagy illegális frakcióba, meglátom. Biztosan szeretnék menni, csak most így, hogy még bizonytalan a helyzetem, így nem. Azon kívül, ugye, szeretnék uh, majd, ugye, pénzt gyűjteni. Tehát ez egy hobbi munkásztel, hogy frakcióba vagy is tudod végezni ennek ez az előnye ennek az egy munkának. Szóval én ezt terveztem. Nem lesz rossz, nem lesz rossz szerintem. Adni fogja nagyon, nagyon jó lesz. Neki fog állni, és akkor két-három nap alatt, öt-hat órákat horgászok. Igen, unalmas lesz, de akkor meg kéne egy nagyobb rakterű autó, az a baj. Hogyha lenne egy nagyobb csomagtartói autóm, akkor még többet tudnék horgászni, ugye még úgymond gyorsabban menne ez a folyamat, csak hát akkor az a költség maga az autó vásárlás, tehát ez így nem jó se, hogy mert ha veszek egy 7000 ért bazd meg egy ladát, egy névát, annak biztos, hogy nagyobb a csomag tele, de 7000 dollár, dollárt már buktam, szóval akkor nem nagyon éri meg. Hm, gyerekek, ezt nem tudom, nem tudom, marad a lada. Marad a lada. Szerintem, kivéve van, ma nem veszek egy Ford ltd véletlenül, mert még az benne van a pakliba. Hogy vásárlok egy Ford Na, körülbelül már felénél járok egyébként. 28 csalin maradt még, egészen jól haladunk előre, az inventorink lassan megteléken, ezután a halután bepakolok. Üm, nyugodtan nyugodt tudom, kommentben beszélgethetünk, tehát írjátok véleményt a csatornáról, vagy ötleteket, bármit, tehát bátran írjatok. Üm, szerintem amúgy Hát uh, itt lesz majd a vágás, most már, mert vagyis a szóból én nem fogyok el, tehát a két óra rosszát, akármilyen marhaságról tudok beszélni, csak a videó hosszára tekintettel um, lehet, hogy itt uh, egy vágást uh, beiktatnék, addig én nézek videókat, a, erre jó úgy, hogy tudsz videókat nézni közben. Lehet haverokkal izgalmasabb, hogy Discordon legalább beszélgettek, úgy még el lehet is élni, amúgy szerintem, amúgy, vagy live-ba, például live-olnék és néznétek és akkor beszélgetnénk kommentekbe, akkor lehet nem unatkoznék ennyire. Ja, közben elbambulok. Egy ördög halt, nem lehet, nem tudom milyen, ha mondom, mi akkor eltörik a bot, elviszi, és akkor törik el, ha elbambulsz, akkor, akkor is eltörik a bot, nem tudom, na mindegy. Szóval itt, itt, lesz egy vágás, és ha kihorgáztam minden halat, akkor megyünk a haladóhoz, és akkor onnan jelentkezem szerintem. Mert ha jól tudom, akkor nem, nagyon akartam így egyéb információt. A számotokra Boni, ja maximum annyit ugye, De ezt biztos tudjátok, Isti is a szerveren játszik, és őszintén megmondom, bevallom férfiasan, úgyhogy nála láttam az RP-t, ó megjött a kedvem, hogy így magamtól, ha nem is videózás széljából, csak úgy feljöjjek a szerverre vissza, tehát köszi Isti, ha megosztod a kedvemet, de ezt nyilván nem fogod látni, hallani a büdös életben ezt a videót, de mégis akkor nagyon szépen köszönöm. Szóval itt beiktatunk egy vágást, és jövök vissza, mikor már kiorgáztam, az kávé fél óra múlva itt is vagyok. Bam! De ott látjátok felül az aurát, hogy most 25 van, és körülbelül 50 körül kell, hogy jelentkezem, egy picit több, mint 50 azért. 55. Na csumi-csumi-csumi! Na gyerekek, végre befejeztük. Hát az időt azt láthatjátok, egy picit megcsúsztam. Na most akkor elmondom a zokokat. Amiért megcsúsztunk egy picit, csak bejöttem a hal, hal marketet Még ezt nem de azért így a biztos Ö, Egyszer elszalasztottam a kapásnál, ugye én videót néztem Ö, Közben videót néztem, és akkor úgy bealudtam Tehát az már plusz egy másfél perc, ugye még egy kapásig, hogy várjál Egyszer, 50 halunk megvan, viszont 51 halit kellett felszámolni, hiszen egyszer tele lett az inventorim. És olyankor nem adja meg a halat, ha Ugye nem bírnánk el, akkor úgymond elúszott a hal, de 50 halunk van, tehát nalga, ugye, mert vettem fel még egy csalit, tehát az is, hogy kétszer kellett lepakolnom az autóba, még egy csalit kivegyek, ugye egyszer elszalasztottam a kapást, meg ilyenek. Tehát ö, amúgy ez fix meg lett volna simán, 55-57-re, de ugye még egy kipakolás, ugye ezt nem számoltam bele, meg ö, még egyszer kellett bedobjam a botot, az még egy jó perc ugye egyszer elszalasztottam alatt, megint egy perc, tudjátok, tehát ez így összegyűlik egészen szépen. Na de most megyünk a kedvenc részemre leadni. Nulla pénzünk van. Hello, hello. <laughs> Nulla pénzünk van. Szóval a profitot azt, és az össz keresetet az fix fogjátok látni. Csontoskár, kár egyébként, ugye már nem csontos kár, nem tudom, hogy hogy fog az üzemelni, vagy ottan lesz-e valami majd, vagy... Hogy működik, hát jó lenne. Aha. Egy kis mikrolog. Na, na 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 mi ez a sziréna? be be be, be szokott laggolni egyszer-egyszeri egy ilyen betöltés keretén belül. 14000 Ford F250. Jó. Na, itt a halmarket egyébként. Megmutatom, hogy hol az NPC. Ide beszoktam seggelni, itt van valami kellemes kis zene, hát ezt most nézzétek el. Bezárjuk a kis csomagtartót, vagyis az autót, mert nehogy kizsebeljenek, ott van az az ürge. Ugye enyhén halszagú. Na most, F2-t megnyitjátok, megszámoljátok, hogy miből mennyi halatok van jelenleg, hoppá, kézbe. Beírok majd nagyobb tételt. Ugye van nekünk négy mak, hát ezt mit, a karthalt jegyezzük meg, meg a nyelvhalat. Pirosból meg kettő, kilenc, kettő... Jó. Ezt meg fogom tudni jegyezni. Ugye? Ebből volt kettő. Beírjátok ide, hogy mennyitek van, és akkor eladjátok. Ebből volt kilenc. Ugye oda beírod, csak hát nem úgy működik. Rámész, eladás. Ebből karthalból volt. Hét, ugye ott ér, hogy 32. Ez azt fix mindig, tehát ez nem fog lenne fennbenni. Max, ha változtatják magát az árakat. Akkor talán, ebből nem tudom, hogy mennyi volt, ebből volt négy. Vagy ebből volt kettő, nem, nem tudom. De meg meglátjuk. Ö, mak tossz. Van mikor nem adja el, kicsit bugos. Nyelvhalból van hét. Makréla, tonhal, négy, kettő. Ö, ebből van hét. Makréla négy, tonhal Hoppá, kettő Elvileg most Igen, láttam mindet, ez már 648 darab Dollár, de még ugye A nagyja az itt van a verdánkba Ugye, egy pár Halacska, nézzük Csomagtartó, kezdjük a kisebbekkel Akkor Ton halak, 6 darab Úgy, így Meg akkor, ezt ki tudom még venni? Ki tudom, karthalt, azt hagyjuk utoljára ugyanannyit ér, mint az ördöghal, meg a tonhal, de azt hagyjuk utoljára egyelőre. Na most akkor van 6-6 hat, hat ördög és tonhalunk, és 3-4 nyelvhal durbincsunk. Na akkor 4, ugye? Ebből nyelvhal 3, ezt nagyon meg kell jegyeznetek amúgy. Ó, ha autót hallok. 6, Aha, az nem, úgy rablás jö, lesz. Jö, jó Hello, jó napot! ah, ők is halakat jöttek ladni, ettől nem kell megijedni. Láttunk mindent? Le, jó, most nem volt bugos, oké. Okay. Hét darab karthalunk van, ezt meg kell jegyeznünk. <kül> Pakolnak a fiúk kereskedés, és akkor megint beírjuk szépen a mennyiséget, 7 darab. És elvileg így van, ha minden igaz, sikerült leadnunk. 1424 dollár, hát amúgy ez nem egy erős kör volt. De ez most ennyit adott gyerekek, ebből most menjünk meg tankolunk, ez lesz az első lépés. Csak innen kimegyek, mert ez a zene brutál mód idegesít, oda elmegyünk a benzinkúthoz, hát akkor tudunk ennyiket is keresni, az 50 darab hal volt, hát több volt, mint egy óra így viszont, mert eltököltük egy picit az időt, de amúgy meg nem lenne ez több, mint egy óra. Így átlagban ennyit tudok mondani. Itt fel kell Na, itt hova vagy? Hogy megyünk tankolni? Ó, Istenem, itt fel kell menni. Így, na most jó. Kimegyek már tankolok, mert 22 darab százalékon vagyunk. Utána meg úgy tenném le akkor már a publikus garázsba. Hány taxis van? Három taxis van. Wow! Na szóval, hát igen, nem rossz azért 1004, de ebből 200 az a csali, az fix. Tehát az mindig fix. Az fix költségbot, az nem tört el most egy sem jelenleg, tehát az most nem számolhatom fel plusz költségnek, szóval igazából 1004 meg maximum benzit, de ezt nem lehet fixre kiszámolni gyerekek, hogy igen én ennyit kerestem, meg igen én annyit, de mondom volt, mikor adott 1550-et is körülbelül, meg picit többet is, hát most ezt nem, nem tudom, hogy a tankolás indítása, tehát ezt nem lehet kiszámolni, hogy mennyit fogadni, látjátok, ti is most például 1400 24-et kerestem, de volt, hogy 1005, meg 1006-ot is adott, vagy nem tudom már, az, az nem volt. 1005 az biztos, hogy volt, sőt. Szerintem biztos még volt több is. 1005-nél. Na hát igazából ennyi. Ennyi a lényeg az egésznek. Időigényes, unalmas, tehát videót nézel közben még jó, de hát akkor is az abban, oda kell figyelned, mert semmilyen hangjelzés nincs a kapásnál csak ugye felbukkan a képen, nyom meg az 5 gombot, nyom meg az 2 gombot, 6-os gombot, 4 gombot, szóval nem figyelsz oda, akkor ugye ez mind még több idő, mert én is elszalasztottam egy halat, ugye bár, vagy ha nem figyelsz oda az inventoridra, meg ugye mindig mennyi ki, ugye, vagy bevásárolsz, mint a kurva élet csalikból, meg horgászbotokba, az egy hirtelen nagy befektetés, vagy ugye veszel 200 darab csalit, ha 50-50-50-nel mész, mert ladád van, tele inventory köböl, akkor az négy horgászat, bot, meg hát az random, hogy mennyi elég van, amikor elég egy is, amikor kettő is kell egy 50-es adaghoz, tehát abból is legalább azért vegyél 6 darabot, hogy legyen, minimum, azért vegyél 6 darabot, ugye tankold az autót, hú, gyerekek, annyi költség tud lenni, hogy itt-itt nincs átélyem, azért jól lenne lepakolni ezt a pénzmennyiséget, Na nem baj azt én leteszem a publik mellett Hát öm, szóval van itt költség Nem feltétlenül azt mondom hogy a legizgalmasabb Azért lehet vele keresni Ahol lehet vele keresni úgymond időben Nem rossz De nem ezzel fogsz meggazdagodni Ennyit mondok Tehát ebből azért nagyon nagy ambíció ide is Jó szerencség is kell legyen ahhoz Hogy 1500-okat körönként megkeresd Minél kevesebbet költs A botokat is 250 vedd meg Körülbelül a fishing márból, tehát ne a boltból hanem raktáron, és hogy legyen raktáron, olcsóban adják, hogy nyilván olcsóban adják. De ez mind, ez is kell, hogy minél kevesebb költséggel, minél többet tudj zsebre vágni. Ugye itt a kis betonkeverő, nem mondom, hogy rossz munka, mert nem mondom, hogy rossz munka, sőt, egyenesen jó munka, amúgy egészen, egészen jó meló. Nem mondom, hogy nem csinálom jelenleg a szívesebben, már azért unom egy picit a horgászatot, meg ezt, hogy ekkora távokat kell menni, brr, sok a költség, tehát na nem tudom, csak az, az a baj, hogy nekem nem annyit adott, amit kellett volna, tehát 226, ha megadom a 400-ot, ír írott, akkor azt mondom, hogy talán még inkább ülök bent a városba, és akkor akkor hogy nagyobb az el, na hát ezt nem lehet jó kiszámolni igazából, na de... Bizony, most már 8500 dollárunk van, de hát ebből ugye, jó, hogy még van 25 darab csalink, de hamarosan ugye kell vegyünk csalit. Bot még van kettő, de abból sem ártana venni. Ú, de jó lada volt az. Nem ártana venni legalább még egyet. Tehát egy bot legalább, de ha úgy van kettő. Csali az 200-at venni, az megint egészen költséges. 800 egész pontosan, 800 dollár, 200 darab csali. Tehát um, itt rá kell szállni megint körülbelül ezt a horgászat árát úgy fixen. Tehát legalább két bot, minimum két bot legyen, de inkább hármat is akár, de azt mondjuk azt már akkor csak kereskedőtől. Um, nagyon rá kell, kéne szálljam, és akkor tudom, hogy itt vagyok a városban, így, még jól is kijönne a lépés, nem kéne kimenjek vidékre, mert a nyűzemanya költségünk, nem kéne annyit idejében szaladgálni, amit itt lennék, és akkor, de annyira na, unalmas, megmondom is szintén, nagyon unalmas. Nagyon monoton, azért Russian a húzód húzod, másfajta alak jönnek, küzdesz velük, itt nyilván nagyon monoton. De ha pénzt akarsz szerezni, gyorsan, akkor, hát nem gyorsan, de viszonylag gyorsabban megéri a taxiban, jó, hogy ott legalább beszélgetsz emberekkel, találkozol új figurákkal, ennyiből ugye a társaság miatt azt mondom, hogy jobb, és mivel az ember társasági lény, ezért lehet, hogy jobban bejönne az az embernek, nekem annyira nem fekszik ez a horgászat, mint amennyire gondoltam, hogy ú, de izgi lesz. Bár azért nem rosszul keres, megmondom nektek az őszintét, meglátom, hogy ma lesz a még kedvem, ma kikény nem menjek vásárolgatni. De lehet, hogy inkább állok taxiba egy picit, megpróbálok, mert azért ha adnak jobb borvalókat, mert ugye itt arra játszó, hogy akkor mit, kerül 50 dollárba a és akkor beutalak, hát nesze itt van 500, értitek, ha ilyen gazdagabb emberkéket vissza, akkor azért abból nagyon jó lehetne keresni, de hát nyilván ha valamikor 45 dollár a for, és annyit fognak adni, és ez teljesen jogos. Szóval ennyit tudok elmondani nektek erről a horgászatról, remélem tetszett ez a videó, rengeteg pofázás, ha tetszett, akkor hú, micsoda autók, hú, az árát adnád ide. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok a videóra egy hatalmas lájkot, hiszen ezzel is nagyon sokat segítettek, hogy lájkoljátok a videót. Köszi a figyelmet, Következő videóban találkozunk, addig is pacsi nektek, sziasztok!